35. Bábolna igazda napok gép bemutatóján milyen gépkapcsolatokat láthatunk, és mire használhatók ezek a gépkapcsolatok? Láthatni fogunk tárcsákat, grubereket és ekéket. Különböző típusú traktorokkal, a 130 lóerőtől egészen a 400 lóerős tartományig. A munkaeszközök pedig használható a kalapművelésre, tarlóhántásra. Itt most a nagy kulcsfontosságúak lesznek a lazítók és a gruberek, úgy gondolom, mivel egész országban nagy aszály van, ezért a vízmegtakarításos művelésre kell úgy gondolom koncentrálni, és majd itt látni fogják, hogy a munkagépek milyen munkát fognak maguk után hagyni. Szinte mindegyik munkaeszközön után ott lesz a henger, kivéve az ekéket, de azt is a szántást is érdemes minél hamarabb lezárni, hogy minél több vizet bent tudjunk tartani a talajba, hiszen most ebbe a csapadék szegény időszakban nagyon fontos, hogy mennyi nedvességtartalmat tudunk megőrizni. Mit tanácsol, ha valaki munkagépet vásárol, vagy akár erőgépet? Mit vegyen figyelembe, minek alapján válasszon? Mindenféleképpen a talaj kötöttsége. Nem mindegy, hogy most egy homoktalajra, egy kötöttebb agyagtalajra, vagy egy lazább talajra veszünk munkagépet. Itt főként a elmunkáló hengerek, a tömörítő hengerek, a lezáró hengereknek a választása lehet kulcskérdés, hiszen nem mindegy, egy homokos talajra egy egészen más típusú henger kell, mint egy kötöttebb talajra. Ez egy fontos szempont lehet, meg ugye egy kötöttebb talajra az adott munka szélességű gépnek egy erősebb lóerő igényű traktor kell, hiszen ott nehezebb a vontatás.